CERN Genf részecskefizika. A világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma valahol Svájc és Franciaország határán található, kerülete 27 kilométer. Aki a genfi repülőtérre érkezik, talán nem is tudja, hogy a lába alatt 100 méterrel egy olyan alagútrendszer húzódik, amelynek nincs párja a világon. Létrehozása eurómilliárdokba került, és kizárólag a tudomány szempontjait szolgálja. Ez a részecskefizikusok paradicsoma, és elmondhatjuk, hogy ez a fantasztikus emberalkotta létesítmény a miénk magyaroké, vagy inkább úgy kéne mondani, a miénk is. Hisz Magyarország is a CERN, vagyis az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet tagja 1992. június 26-a óta. Ebben a föld alatti alagútrendszerben elemi részecskéket ütköztetnek, és detektorok segítségével azt vizsgálják, hogy az ütközések nyomán milyen, még kisebb elemi részecskék jönnek létre a másodperc tört ezred része alatt. Az ALICE kísérlet az a CERN egyik óriás detektora közül az egyik. A három nagy óriás detektor van, a CMS, az ATLAS és az ALICE a harmadik. Ebből a CMS és az ATLAS elsősorban elemi építőkövek kutatásával foglalkozik, az, amely a világunkat fölépíti, a nemrégiben Nobel-díjjal jutalmazott Higgs bozon. Az ALICE kísérlet célja eljutni az ősrobbanásig. Hogy mi is ez az anyag, amit keresünk, és hogy hogyan keressük, hát erre egy példát lehetne mondani. Nagy energiás, nagy impulzusú részecskék gyorsan mennek a részecske gyorsítóban, és ezeket ütköztetjük. Az ütközés során a mozgási energia az belső energiává alakul. Ez ugyanaz a történet, mint mondjuk amikor két autó összeütközik, a mozgási energia egy frontális ütközésnél látható nyomot hagy, jól összenyomódik az autó eleje, vagy letörnek a dolgok, ha csak periférikusan kicsit ütköznek, akkor csak itt-ott letörik belőlük egy darab. De az igazi impact, az igazi nagy energiás, nagy belső energiával járó változás akkor történik, amikor frontális ütközés van. Kicsit ehhez hasonlít, amit mi csinálunk, hogy két atommagot ütköztetünk össze frontálisan. A két frontálisan ütköztetett atommag az nagyon nagy energiát tud ott egy viszonylag nagy mérhető térfogatban összehozni, és akkor ebben megkeletkezhet ez az anyag. Ha tudnánk, milyen volt és hogyan jött létre ez az anyag, akkor többet tudnánk az ősrobbanásról is, amely a ma létező világunk kialakulásához vezetett. A CERN-ben zajló kísérletek egyike sem egyszerű. Mert senki ne gondoljon arra, hogy két anyag ütköztetése után csak össze kell söpörni a cserepeket és megnézni, mit találunk. Itt az ütközés után csak ezred másodpercekig marad meg a keresett anyag szerkezet. Hát a dolog ennél kicsit bonyolultabb. A CERN-es kísérleteknek az egyik iránya az, ami az új részecskék, az új fizika iránti kutatási terület. Ott általában viszonylag minél egyszerűbb részecskéket ütköztetnek, itt a nagy hadron ütköztető, vagyis az LHC ütközései során a legegyszerűbb dolog, amit tudnak ütköztetni, azok protonok. Proton-proton ütközésekben keressük például Higgs részecskéket. Viszonylag könnyű, mert kicsi a háttér. Egy proton három karból épül föl, három-három kark összeütközik, és abból keletkeznek ezek a részecskék, a háttér kicsi. Az ALICE kísérlet, amelyben Barnaföldi Gergely Gábor és csoportja is közreműködik, egy kicsit más. Nekünk nem egy-egy részecskét kell megtalálni, hanem azt az anyagot előállítani, ami az univerzum kezdő állapotai vagy kezdő pillanataiban volt jelen. Minél nagyobb térfogatot szeretnénk előállítani, ezért mi atommag-atommag ütközéseket fogunk csinálni. Tehát lehetőleg minél nagyobb stabil atommagokat, ez a nagy hadron ütköztető esetében ólomatommagokat jelent, de van olyan kísérlet az Egyesült Államokban, ahol aranyatommagokat vagy urániumot ütköztetnek össze. Hogyan lehet mindezt elképzelni? Mint két palacsintát, amelyek a levegőben teljes felületükkel találkoznak. És hogy ez a két palacsinta egymáson átlapol, hogy elég nagy térfogatban, elég nagy energiasűrűséget tudunk össze nyomni ahhoz, hogy ebből egy viszonylag nagy térfogatú speciális anyag alakulhasson ki. Ez a hétköznapi életben ez az anyag nincsen, illetve volt, hát amikor az univerzum született utána néhány mikromásodpercig, de aztán elmúlt. Most, ha ezekből elég sok van egy helyen, és elég nagy térfogata van ahhoz, hogy a tágulás során ugye összeütközik egy idő után, szóródik szét, és van idő arra, hogy,
hogy termalizálódjon, hogy valamennyire kicserélődjön, kiegyensúlyozódjon az energia ebben a rendszerben, akkor egy termalizált színes állapotot kaphatunk, és ez az állapot a 2000-es években bizonyítást nyert, hogy ez ugyanaz az állapot, ami az ősrobbanás korai pillanatában előkerül, a quark-gluon plazma, amit így quark levesnek szoktunk becézni így magunk között, mert ténylegesen a quarkok és gluonoknak az elegye, ami egy darabig él itt, azonban ahogy tágul és hűl, visszaalakul, a folyamatot úgy hívjuk, hogy hadronizáció, újra hadronok, tehát a minket fölépítő részecskékké alakul, szinten a részecskékké alakul ez az egész, ahogy eltávolodik ettől a ponttól, és ezek azok, amiket aztán tudunk detektálni. Hogy mikorra ismerhető meg az áhított kvarkleves, vagyis az ősanyag, azt senki nem tudja. De nagyon sok ember éjjel-nappal dolgozik rajta, a tudományos kutatás meghatározott menetrendje szerint. Itt nem egyéni feltalálók működnek, hanem egy közösség, ahol a cél mindenkinél ugyanaz. Hogy egy hajós hasonlattal éljünk, az Alice kísérlet nem a kétárbócos vitorlás, hanem az atommeghajtású repülőgép anyahajó. Ez egy hatalmas gépezet, úgy, mint egy hajó, ezt irányítani kell, vezetni kell, menedzselni kell, ebédet kell adni az embereknek, és mindennapos munkák vannak vele, tehát itt sok ember dolgozik. 1000 és 2000 között szokott mozogni az óriás detektoroknál a résztvevő kutatók és mérnökök száma. Az Alice kísérletben jelenleg 1200 fő van regisztrálva, ebből olyan 25-30 az, aki magyar, és a magyar Alice csoporton keresztül van benne ebbe a munkába. Ezek azért nem tudok pontos számot mondani, mert ez ingadozik a éppen résztvevő diákok számának köszönhetően. Szerencsére nagyon sok fiatal diák, MSc és PhD-s hallgató van, aki ebbe a munkába részt vesz, tehát van jövője az egésznek.